Tommy Wiseau rejtélyes fazon. Mai napig nem igazán tudni honnan származik, illetve miből vannak dollármilliói. Az a vonul be a film történelembe, aki esetleg nem tudná, hogy elkészítette a sokak által minden idők legrosszabb alkotásának vélt a szobát 2003-ban. Művek közben kulcs státuszba emelkedett, mi több James Franco-t is megihlette, hogy elkészítse a saját vízióját, mert borzalmas mestermű Tommy egy színész iskolában megismerkedik Greggel, akivel gondolnak egy merészet. Elköltöznek Los Angelesbe, hogy sztárokká váljanak, ám a sorozatos visszautasítások után Tommy úgy dönt, hogy elkészíti a saját filmjét. A többi már történelem. Nem ez az első alkalom, hogy Hollywood egy furcsa figurájáról, illetve rossz rendezőiről forgattak filmet. Tim Burton 1994-ben készítette el a zseniális Ed Woodot, amiben a címszereplő pályáját vette górcsó alá. Franco most hasonlóra vetemedett, az eredmény pedig nem különben színvonalas. Az elsősorban színészként ismert Franco a rendezést is magára vállalt, ami többek közt azért is bravúr, mert elképesztően precíz munkát végzett. A katasztrófa művész természetesen akkora a leghatásosabb, ha a néző tisztában van az alapanyaggal, azaz látta a The ismeri vájzó stílusát és a bevett gegeket. Ellenben egy laikusnak is teljes mértékben szórakoztató tud lenni az összkép, aki így egy teljesen más szemszögből ismerheti meg ezt a nem mindennapi sztorit. Franco úgy élt rá, hogy hiteles portrét fessen, ugyanakkor különálló sztoriként is életképes legyen a film. A cselekmény gerince a forgatásra épül, amiben mi nézők is részletes, és helyenként igen, fájdalmasan fárasztó betekintést nyerünk. Ezen kívül Tommy és Greg kapcsolatál a fókuszban, ahogy a fiatal srác próbálja tolerálni a teljesen elvont és másik világban élő barátját. Ennek ellenére kiállnak egymásért, ösztönzik a másikat, de érthető okokból közel sem megy minden zöggenőmentesen. A katasztrófa művész remekérzékel érzékel a humort a drámával. Franco tudja, hogy mikor kell komolynak lenni, és mikor jöttnek a poénok. Ez utóbbi, vajzó karaktere révén gyakran vált át kínosba, ami a komikum egy olyan fajtája, amit hát nem mindenki tolerál, valljuk be őszintén. Itt mégis abszolút működik, hiába érezzük magunkat feszengve, pont annyira vicces és röhelyes, mint amilyen a való életben lehetett. Színeszi fronton mindenki remek, számos frappáns kameót látunk, amik rohadt jól el, Dave Franco pedig élete alakítását nyújtja a bátja oldalán. James azonban még őt is lepipálja, egészen elképesztő tűpontosan formálta meg Vizot. Az akcentussal, kisugárzással, mindennel emelem a kalapom. Hát az már részletkérdés, és nagyon sajnálatos, hogy az állítólagos zaklatási botránya megfosztott egy egyébként teljesen jogos oszkárjelöléstől. Na mindegy, sajnos ez van. A Katasztrófa művész elsősorban azoknak ajánlható, akik szeretik a hollywoodi insider műveket. Ugyanakkor azoknak is, akik egy remek, groteszk tanmesét akarnak az álmokról, céltudatosságról, hiszen a hőse elérte, amit szeretett volna neve beíródott a film filmtörténelembe, milliók rajonganak érte, és most készült róla egy kibaszott jó életrajzi alkotás. Ehhez pedig nem kellett más tennie, csak elkészíteni a világ egyik legrosszabb filmjét. Ezek után mondja valaki, hogy a sorsnak nincs humorérzéke. Sajnos itthon nem mutatják be a mozik, de ettől függetlenül mindenképp érdemes egy próbát a katasztrófa művésszel. Szerintem nem fogjátok megbánni, mert hiánypótló alkotás. Úgyhogy én adok is rá 80%-ot. Én ennyi lettem volna, a tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha láttad a filmet, írd meg a véleményed kommentben, aztán legközelebb találkozunk. Csát!